a mai kutatások szerint ez a belső sejtszintű gyulladás okozza a korai öregedésünket és az egyre korábban jelentkező krónikus kórképeinket. De hát mindezekről nem én fogok beszélni, de nagyon kedves barátom és kollégám, aki egy igazi gyógyító ember a szó legszebb értelmében, hiszen ő gyógyszerészként végzett, és ő látta a másik oldalt, annak az előnyeit is, és annak a hátrányait is. És ennek alapján úgy döntött, hogy valami egészen más kell csinálnia. És 20 év óta kutat, fejleszt, és tudását növel, és gyógyítóként ahhoz kell, akar hozzájárulni, hogy egészségben tudjunk maradni. És ez lenne a lényeg, nem? Ma azt mondják a statisztikák, hogy tovább élünk, de hát milyen áron? És meddig tudunk gyógyszermentesen, egészségesen élni? A kettő között óriási a szakadék. Úgyhogy aki most következik, annak az előadásait én már 2 év óta hallgatom, és azért szeretem őt mindig hallgatni, mert rendkívül precíz és aprólékos. És mindig nekünk el tudja magyarázni, nem csak orvosoknak, hanem nem orvosoknak is, hogy a testünk hogyan működik, milyenek az összefüggéseink, és ebben hogyan tudunk változtatni. Úgyhogy remélem, Zoltán, velünk vagy, nem látlak még a képernyőn. Sziasztok, itt vagyok. Köszöntjük dr. Zül Zoltán barátomat, és én mellettem egy papírt jegyzeteljek, és figyeljünk rá. Én, Zoli, nagyon kíváncsian várom, hogy ez a sport összefüggésben, hogy is van ez a gyulladás, segíts nekünk. Nagyon szépen köszönöm a szót, és köszönöm a felvezetést. Fogok menet közben még egy-két reakciót mondani a felvezetéseddel kapcsolatban, mert nagyon-nagyon találó és nagyon olyan dolgokat mondtál, ami igenis az előadásnak egy nagyon fontos és szoros témája. Hát kezdjük is azzal, hogy meg szeretném veletek osztani a képernyőmet, ami, ha így van, meg is történt. Az első gondolat, amihez csatlakozni szeretnék eddig elmondottakhoz, hogy igen, a gyulladás, ez egy kulcsmechanizmus, ez egy kulcsmomentum lesz mind a mai előadásban, mind a komplet Zinzino egészségprogramnak a felépítésében, magában, ahogyan a gondolkodásmód és ahogy a megoldási fázisok jönnek, ennek mindig egy kiemelt része a gyulladás kezelése, megelőzése, és a már megjelent problémákra egy olyan megoldás kínálása, amely a gyökerektől indul. És picit ezre is, erről is szól majd az előadás, hogy mik is ezek a gyökerek. Az első gondolatom talán egy pici összefoglalás, egy agenda a mai estére, hogy milyen témaköröket szeretnék érinteni. Elsősorban próbálok mindent a regeneráció, a teljesítmény, az anyagcsere, illetve az ezzel kapcsolatos hiányok, problémák, terheltségek szemszögéből nézni. És hát láthatjátok, a hiánybetegségekről, étrendi zavarokról a bevezetőben gondoltam néhány szót ejteni. Majd az anyagcserét kiemelném, hogy ez mit is jelent? Mit jelent a hétköznapi gondolkodásmódban, és mit jelent mondjuk egy olyan anyagcsere, amely gyulladást eredményez? Mi az, hogy regeneráció? És miért van egyáltalán ilyenre minden nap szükségünk? Nem amikor eltörik a kezünk, és szeretnénk, hogy összeforjon a csont. Nyilván ez is egy cél. De olyan mikrosérülésekkel vagyunk tele napi szinten, ami gyakorlatilag regenerációt igényel. Mitől javul a teljesítmény? És hát nyilván ezeket a faktorokat szeretném végigvenni ebben a rövid 1 óra hosszában. Az tény, hogy az ember az evolúció során felépített testalkatát, illetve a testfelépítésnek a változásait évmilliókon keresztül ezt az evolúciós lépcsőket ezt végigvitte. Előrefele mutató, felépítő mechanizmusok útján anabolikus folyamatok domináltak. Míg az utolsó 50 évben, és ez itt az utolsó piktogram, ez teljes mértékben megváltozott. Megváltozott az anyagcserénk.
Ha most egy szóval leszeretném ezt az egész előadást így zárni, vagy egy kerek mondatot, vagy szót szeretnék erről mondani, akkor gyakorlatilag a civilizáció létrehozta az anyagcsere változást a világban. És ez az anyagcsere változás, ez nem jó, ez nem egészséges, ez betegséget teremt. Ez nem egy normális anyagcsere, ez egy olyan anyagcsere, amely túléléshez segít minket, de rengeteg és nagyon nagy árat fizetünk ezért, hogy túléljük ezeket a változásokat. Nem tudom, mennyire ismeritek azt a szót, hogy adaptálódni egy ingerhez. Adaptogén folyamatok vannak az emberi szervezetben, adaptáció zajlik, alkalmazkodunk a külső ingerekhez. Az anyagcserénk is alkalmazkodik. Annyira bonyolult az emberi anyagcsere, hogy gyakorlatilag nyilván tankönyvek szólnak, több ezer oldalon lehet azt leírni, hogy milyen folyamatok hogyan kapcsolódnak egymásba az emberi biokémia és az élő szervezet biokémiája rendkívül összetett. Anyagcsere utak vannak, mellékvágányok vannak, olyan mellékvágányok, amelyek a fővágányba fognak visszavezetni. De vannak zsákutcák, és minél több ilyen zsákutcába futunk bele, minél több olyan anyagcsere végtermékkel rendelkezik, vagy végtermék szaporodik fel az emberi szervezetben, amelyetől nem tudunk megszabadulni, vagy mondjuk a zsírszövet leraktározza, vagy mondjuk bizonyos szerveket ez érint, vagy esetleg az immunrendszerünk már nem tud ezzel mit csinálni, nem tudjuk kivezetni, akkor igenis, ez az emberi szervezet számára ez egy káros dolog. Káros anyagcsele melléktermékek, ami egyenlő magával a gyulladás létrejöttével. Gondoljatok bele abba, hogy 100 esztendő leforgása alatt milyen mérhetetlen nagy változás történt az étrendünkben. Ez egy önálló előadás is lehetne, most tényleg néhány diát hoztam ez ügyben. Csak abba gondoljatok bele, hogy több évezreden keresztül egy olyan étrenden voltunk, amely alapvetően egy vegyes, de mondhatnánk változóan, de zömében növényi alapú, majd volt időszak, amikor sokkal nagyobb állati eredetű élelmiszereket fogyasztottunk, nagyon magas tápanyagtartalmú, természetes környezetből származó élelmiszereket fogyasztottunk, közel 4000 kilokalória mennyiségű élelmiszert. Most egy élsportoló fogyaszt el nagyjából ennyi kilokalória mennyiségű élelmiszert, hiszen ő el tudja égetni. Neki van egy akkora olyan anyagcsere mechanizmusai, illetve olyan terhelés alatt van, amelynek hatására ez a mennyiségű kalória mondjuk szükséges a számára. Bár ti ezt sokkal jobban tudjátok, mint én. De most az átlagemberről beszélünk. Az, aki akkor is 4000 kilokalóriát evett. És mondhatnám, hogy akkor nem sportoltak az emberek. Hát így, mint sportfogalom, tényleg nem volt a mindennapokban, de úgy, hogy fizikai aktivitás, testmozgás, az gyakorlatilag a lehető legtöbb volt, és most a 100 évvel ezelőtt élt emberekről beszélek, a 18. század legvége, viktoriánus korabeli emberek. Ez ugye professzor Paul Clayton kutatásai, amit most említek nektek. Ezzel képesek voltak ezt a mennyiségű kalóriát feldolgozni, átalakítani, és az anyagcseréjük során ugye hővé, mozgási energiává alakítani. El tudták égetni. Sokkal kisebb káros környezeti terhelés alatt éltek. Normál testsúly, normál anyagcsere, ellenálló képesség és az egészségben eltöltött éveik száma a legmagasabb volt. Na ez az, amit a Tamás említett a bevezetőben, hogy ugye ma soha nem éltünk ilyen sokáig, átmegyünk a túloldalra, a mai emberhez. Igen, a születéskor várható élettartam soha a világ történelemben nem volt ilyen magas. De az egészségben eltöltött évek száma a 18. század végén sokkal magasabb volt, mint most. Egészségesek voltak az emberek, hosszú életűek, és egészségben hosszú életet éltek. Ma egészségben az emberek
egy lefelé mutató tendenciát hoznak, nagyon hamar jelentkeznek a krónikus gyulladásos betegségeik. Miért? Mert ezzel a rendkívül kevés élelmiszerrel, amit ma megeszünk, 2000 kilokalória körüli kalóriatartalmú élelmiszer fogyasztása elég a mai energiaszükségletünk kielégítéséhez. Igen, nem csak ez a 2000 kilokalóriát, ez kockacukorból is meg lehet enni, meg jó minőségi fehérjékkel, zsiradékokkal, megfelelő keményítővel, magas beltartalmi értékű élelmiszerekkel is, vagy a mai, nevezzük nevén junk food étrenddel. Egy nagyon alacsony fizikai aktivitásunk van. Soha ilyen keveset nem mozogtunk. Ez köszönhető a technológiának, a civilizációnak, minden egyébnek, tudjátok, miről beszélek. Rendkívül magas környezeti terhelésünk van. Olyan mérhetetlen, károsító anyagok, frekvenciák, itt értem az összes elektromágneses sugárzástól kezdve a stressz, ami eszi és folyamatosan rombolja az emberi anyagcserét. Majd erről szó lesz. Elhízás. 2000 kilokalóriával képesek vagyunk elhízni. Ők 4000 kalóriával képtelenek voltak elhízni. Igen, mert normális volt az anyagcseréjük. Nekünk pedig anyagcsere zavaraink vannak. Nagyon magas lett a betegség rizikó ezáltal, és egy kulcsszó, lassú a regeneráció. Igen, mert a regenerációhoz valójában nem másra van szükség, mint építőanyagokra, tápanyagokra, magas beltartalmi értékű komplex élelmiszerekre, olyanokra, amely nem okoz hiánybetegséget. Komplett fehérjék, amelyeket nem árt, hogyha a szervezetünk képes lebontani aminosavakig, hogy fel tudjuk építeni a saját fehérjeinket. Tehát csak egy pici hibára szeretném felhívni a figyelmet. Attól, hogy valaki jó minőségű fehérjét eszik, akár kiegészítők formájában, bizonyos cégek, bizonyos étrend kiegészítői, táplálék kiegészítői, étrend helyettesítőit fogyasztja, és ez fehérje alapú, tejfehérje alapú, akár borsófehérje alapú már, akár tehát növényi vagy állati eredetű. Ez akkor is csak fehérje, és számodra a fehérjéből aminosavat kell készíteni, amihez enzim folyamatok aktiválódása szükséges. Csak az anyagcsere zavaraink következtében nem biztos, hogy ez olyan szépen végbe megy. Erről is szeretnék majd pár szót mondani. Tehát beszéltünk arról, hogy a kalóriát zsírból, fehérjéből, szénhidrátokból nyeljük. Igen ám, csak az sem mindegy, hogy a szénhidrát kockacukor, vagy a szénhidrát jó minőségű keményítő vonal. Bizonyos emészhetetlen rostok, azt nem számolom kalóriának, ugye? Az sem mindegy, hogy olyan fehérjék, amelyek szénhidrátok, amelyek fehérjéket tartalmaznak, azok is milyenek. A szintiszta fehérje forrásaink milyen minőségűek. Hogyan tudjuk emészteni. Milyen ételpárosításokkal dolgozunk. El tudjuk-e egyáltalán emészteni. Számunkra allergén vagy táplálék az adott makrotápanyag. És a zsírok kérdésköre, ami leginkább félreértett történet, a legesleg félreértettebb történet. Még a mai nap is, és ezt mindjárt megmutatom, hogy milyen tévedések vannak egy táplálkozási ajánlásban, ami hivatalos. De a legnagyobb probléma és a regeneráció, és ígértem, hogy ilyen irányokba megyek, a regenerációban a legfontosabb az, hogy a lebontó és felépítő folyamatok egyensúlyát meg tudjuk tartani. Tehát amikor egy aktív testmozgás van, ez elér egy bizonyos küszöbértéket, akkor viszonylag sok salakanyag halmozódik fel a szervezetben viszonylag rövid idő alatt. Ezek az anyagok ugye elsavasító hatásúak, majd erről szeretnék még egy pár szót ejteni. Nincs ezzel semmi probléma, hiszen az emberi szervezet így van kitalálva, ezt tudja befogadni, ezt tudja értelmezni. Ez egy normális anyagcsereút,
Csak az nem mindegy, hogy ez hogyan fog a szervezetből utána eltávozni, és a sérült területek, mert mindig mikrosérülésekkel vagyunk tele, milyen módon tudnak regenerálódni. És itt jön be a regeneráció kérdésköre, amihez elengedhetetlenek az úgynevezett másodlagos növényi anyagok. A másodlagos növényi anyagok az a téglák közötti malter, bizonyos enzimfolyamatok aktivátorai, ők maguk is enzimként viselkednek, antioxidánsok, amely a romboló szabadgyök hatást semlegesítik, olyan tápanyagok, de itt már behetek, ugye mi van egy ilyen zöldségbe, gyümölcsbe, vitamin, ásványanyag, nyomelem, akár zsiradék. Nézzétek meg az avokádót, az egy hatalmas zsiradékforrás, és rendkívül jó minőségű zsír, vagy a kókuszt. De az állati eredetűek közül is lehetne néhányat sorolni. Vörös, fekete színanyagok, proantociánok, karotinoidok, különféle flavonoid családtagjai, minden olyan hatóanyagok, amelyek, láthatjátok itt a felsorolásba, beleszólnak az emberi anyagcserébe. Felépítő jellegűek, vagy védő szerepet játszanak. Na, ezek azok az étrend, ezek azok az étrendünkből kiveszett, vagy részlegesen kiveszett élelmiszerek, amelyek valójában a 100 évvel ezelőtt élt ember regenerációját is végezték. Csak akkor ők ettek ebből sokat, mi pedig nem. Az ő 4000 kilokalória mennyiségű élelmiszerük, az körülbelül 10 maréknyi mennyiségű ételt jelentett. Mennyiségre, térfogatra, tömegre elképesztő mennyiség. Ma egy ember ezt több nap alatt teszi meg. És ugyanazt a 80 kilós átlag testet kellett egészségben, regenerációban eltartania, mint ma. De ma 2000 kilokalória silány minőségű élelmiszerrel próbáljuk meg ugyanezt. Teljesen esélytelen. Egyértelmű, hogy hiányokkal küszködünk, és a regeneráció nem működik hiánybetegségek jelenlétében. Pont ezért, mert mellékvágányra teleli az anyagcserét. És a mellékvágánynak nem az lesz a vége, hogy gyógyulás, hanem az lesz a vége, hogy gyulladás. És még egyszer visszacsatolok a Tamásra, amikor azt mondjuk, hogy a gyulladás. És a gyulladás tényleg egy kulcsmechanizmus. Ha azt mondom nektek, hogy a gyulladás az nem más, mint egy szervezetnek, egy élő szervezetnek a sérülésre adott adekvát válasza, amelynek a végeredménye az, hogy az adott terület regenerálódni fog. Ez a normál gyulladási mechanizmus. Ez egy immunrendszeri folyamat, amelynek a vége a gyógyulás. Akkor, ha megvan hozzá minden, meg akkor, ha a kiváltó ok, ami miatt a regenerációra szükség van, az nem állandóan van fent, nem állandó probléma, mint egy étrendből egy szervi probléma, egy EPE blokk például, ami évtizedeken keresztül húzódik, és folyamatosan, állandóan kelti a problémát. Krónikus folyamatok, krónikus gyulladások. A legjobb példa a regenerációs gyulladásra, mikor elvágod a kezed és az ujjadat, és utána ez majd szépen behegged, létrejön az új kötőszövet, megkeményedik, de majd meg is gyógyul egy idő után, lehet, hogy bepirosodik, kicsit ugye magasabb lesz a hőmérséklet is, ugye a gyulladás az emeli a hőmérsékletet. Normális folyamat. Csak az a baj, hogy a szervezetünk dugig van ilyen jellegű és sejtszintű gyulladási folyamatokkal. Ennek köszönhető ez a dolog, amit itt láttok. És nem fogok többet erről beszélni, mert nagyon el fog telni az idő, de ezt azért gondoltam fontosnak elmondani, ezt a bevezetőt, hogy értsétek, hogy milyen szemszögből szeretném megközelíteni a problémát. Ez itt a probléma, amit a képen láttok, és a másik, hogy pedig mindez, ez egy kalóriadús, beltartalmi értéke nulla jellegű élelmiszereket tartalmaz. Az egész civilizációs problémakör valójában a másik ilyen szóval jellemezhető, ugye az anyagcsere zavar, picit rokonértelmű az elsavasodás.
Népszerű kifejezés, de teljesen félre van értve. Az elsavasodás az egy olyan anyagcserezavar, amelynek hatására a szervezetben olyan melléktermékek halmozódnak fel, amely terhet pakol a kiválasztó szervrendszerekre, tehát egy állandó, folyamatos regenerációt igényelne, hogy a szervezetünkben ezek a kiegyenlítő, balanszírozó folyamatok meglegyenek. De ez nem történik meg. Nincs elég kompenzáció a szervezetünkben. És újabb-újabb faktorok keltik az elsavasodást. A legerősebb elsavasító tényező a stressz. Egy rossz táplálkozással kombinálva. Gyakorlatilag biztos. Hiszen mind a kettő szabad gyököket kelt. Túlterheli az immunrendszert. Rengeteg oxigént használ el. Egy normál anyagcsere út megfelelő mennyiségű oxigén jelenlétében fog végbe menni. Amikor elsavasodás van, hipoxia, akkor gyakorlatilag alternatív anyagcsere utak kapcsolódnak be, amelyek még több oxigént igényelnek. Maga a kompenzáció is sokat igényel. És nagyon sok folyamat, amiben élünk, és megint a stresszt hozom föl, az csökkenti ezt az oxigenizációt. Elsavasodás egyenlő oxigénhiány. Egy szót nem beszéltem a pH-ról, mert nem ez a lényege, nem a pH a lényege. Olyan mérhetetlen mennyiségű puffer rendszerünk van, kiegyenlítő rendszerünk van, hogy a pH változása az emberi szervezetben ez elenyésző. Bizonyos szövetek, bizonyos pH változásokra nagyon érzékenyek. Ezt alá kell írni. És ez probléma lehet. De az elsavasodás az nem a pH-nak, és kizárólag a pH-nak a kérdésköre. Az anyagcsere zavarnak a kérdésköre. És említettem, hogy ma élő és működő rendszer ajánlás, étrendi ajánlás, amit nem fogok kielemezni, az okostányér, amit ugye a Dietetikusok Országos Szövetsége és a Magyar Tudományos Akadémiának az Élelmiszertudományi Tudományos Bizottsága állított össze, olyan megfogalmazásokat tartalmaz, amely sajnos azt kell mondjam, hogy igenis ezt az elsavasodási folyamatokat, a táplálkozási anomáliákat sajnos tovább erősíti. Olyan dolgokra tér ki, amely bizonyos pékáruk fogyasztását, péksütemények fogyasztását facilitálja, nem nagyon ellenségként tekint a sóra, gyakorlatilag a zsiradékokat egy ilyen megtűrt kategóriába teszi, preferálja nagyon a tejnek a fogyasztását. Nem fogalmazza meg, mi az, hogy tej egyáltalán. A tej az, és hogy nagyon belemennénk, jelenleg ebben a formában nem észthetetlen az emberi szervezet számára. Hogy mennyi kalcium van benne, és egyebek, erre mondjuk nem tér ki, csak ezt szoktam hallani. Igen, csak abból fel is kell, hogy szívódjon, ez meg már nem fog működni. Szóval rengeteg hiba és ilyen felületesség jellemez egy ilyen jellegű táplálkozási ajánlást is. Az a hely van természetes, a sporttáplálkozás, a morális figyelembevételével, az anyagcsere figyelembevételével, az adott illető egyénre szabott táplálkozási felmérése, táplálkozástudományi felmérése, ez működőképes dolog. Nagyon jó laborok állnak rendelkezésre, amivel bizonyos faktorokat lehet figyelni, és ezekre szükség van, és nem lehet egy séma szerint menni, és mindenkit bekategorizálni valahova. Ugyanúgy, ahogy egy ilyen népegészségügyi célzatú okostányér is megfogalmazódott. Ez sajnos ez használhatatlan. Nagyon komoly probléma az, hogy az anyagcserénk azáltal, hogy tele vagyunk toxikus melléktermékekkel, és akkor maradjunk az anyagcsere zavar szónál, megváltozik, lelassul, alkalmazkodik a kihíváshoz. Egy terhelt szervezetnek esze ágában sincs a nagyobb terhelésnek eleget tenni. Képes lelassítani az anyagcserét. Most ezt tegyétek át a sport vonalára. Akinek alacsony vagy lassú az anyagcseréje,
lelassít a szervezete, képtelen olyan mennyiségű energia felszabadítására, ami szükséges ahhoz, hogy egy megfelelő teljesítményt leadjon. Mindenféleképpen az anyagcsere sebességének és a úgymond kivezető utaknak a tisztán tartása létszükséglet. Folyadékfogyasztás, rendszeres étkezés. Volt egy előadás egy pár héttel ezelőtt, amikor az anyagcseréről beszéltem, és divatdiétákról, bizonyos táplálkozási szokásokról, tévhiedelmekről, és hogy ez a kalória megszorítás, ilyen megszorítás, olyan megszorítás, ilyen kalória számolgatás, az életmód és az étrend, azt nem kalóriákban mérjük. Az bizonyos, az minőségi, tehát kvalitatív összetettevők számítanak, miből teszed össze a kalóriát. Totálisan lényegtelen, hogy mennyi ez a kalória. Higgyétek el, teljesen lényegtelen. Az összetétele a fontos. Olyan másodlagos növényi anyagokra van szükség. Anyagcsere gyorsítók, ez ilyen picit idézőjelbe is rakhattam volna, valójában ilyen megtűrt fogalom ez. Nagyon fontos az arányok, nagyon fontos amellett, hogy meglegyen az emberi szervezet motorja, a mozgás. Nem a tévénéző izom fejlesztésére voltunk vagy vagyunk kitalálva, hanem arra, hogy napi szintű testmozgást végezzünk. Nem azért egyenesedtünk fel, hogy leüljünk, ha értitek, miről beszélek. Emésztő enzimek, EPE megfelelő működése. Nyilván először ezekkel a silány minőségű élelmiszerekkel, ha nevezhetjük így, először az emésztő rendszerünk találkozik. Nyilván ott alakulnak ki a legnagyobb bajok. Na és ezekről szeretnék így majd a következőkben beszélni, most már egy picit pörgősebben a diasorokat. Summa summarum, változatos étrend. Mindenféle tápanyagból lehetőség szerint kompletten táplálkozni. Mindenkinek másra van szüksége, de igenis megtalálható és jó irányvonalak vannak már a táplálkozástudományban. Azt fel tudjuk-e valójában mérni, hogy milyen állapotban vagyunk, a jelenleg elfogyasztott élelmiszereink alapján nekünk milyen esélyünk van arra, hogy mekkora a teljesítő képességünk. Milyen szinten képesek a sejtjeink regenerálódásra. Milyen szinten vagyunk úgymond ezen a gyulladásos lépcsőn, mert valamelyik lépcsőn ott vagy, hol állsz az eddigi életmódodnak köszönhetően. Na, erre szolgál a balanszteszt. Ez nem egy omega-6-3 teszt. Ez ennél sokkal komplexebben értelmezhető rendszer. Egyértelműen figyeli nyilván ezt a fontos arányt, amit tudunk, hogy, és majd mindjárt beszélek róla, hogy igenis a táplálkozási anomáliákból, hiányokból adódóan drasztikusan megnőtt az omega-6 fogyasztásunk, amit minden tudományos folyóiratban rongyá elemeztek, hogy igen, ez gyulladásos állapotot serkent. Gyakorlatilag megváltoztatja a sejt membrán összetételét. Mindjárt beszélni fogok róla. Megváltoztatja a sejt fluiditását, az érzékenységét, a sejten belüli és kívüli közötti anyagcserét változtatja meg. Megváltozik ugye ezáltal a védelmi értékünk. Mi az a védelmi érték? Hát az, hogy a szervezetedben a különféle zsírsavak, amikre szükségünk van, mint építő anyag, és mint az energianyerésnek egy fontos makronutriense. Energiát nyerünk a zsiradékokból, de építőanyag is egyben. Nagyon nem mindegy. Hasonló a fehérjéhez. Bár ott jóval kisebb mennyiségű energiát nyerünk fehérjéből, nyilván a legtöbbet szénhidrátokból nyerjük. De ez a zsír szerintem még fontosabb. És megnézi ezeknek az arányát a véredben. Majd egy komplett táplálkozási ajánlást tesz ez a bizonyos teszt, hogy hogyan, milyen irányba érdemes eltolni, átalakítani az étrendedet. Ez egy mutató.
ez egy irány, amiben el tudsz indulni. Ha ezt kiegészíted megfelelő további táplálkozási irányzatokkal, akkor megkapod az Inzino egészségprogramnak az alapját, a megfelelő étrend és a megfelelő funkcionális élelmiszer fogyasztása. Jelen esetben itt a balanszolaj, ami ugye egy kulcsa ennek az arány megváltoztatásának. Nem rohanok ennyire előre, mindjárt szó lesz még erről. Ugye mi a közös a civilizációs betegségekben, és itt a szívvérrendszeri, daganatos és minden egyéb? Egy, hogy anyagcsere zavart okoz. Tehát maga a betegség egyenlő egy anyagcsere zavarral. Mindegy, hogy cukorbetegségről, daganatról, autoimmunitásról, szívvérrendszeri érelmeszesedésről beszélünk, vagy egy egyszerű allergiáról, ez akkor is anyagcsere zavart eredményez, aminek a vége ez. Ez egy gyulladás mechanizmusa, szépen egyszerűen leírva, viszonylag sok összefüggéssel, én azt mondom, tehát ez egy átláthatatlan, elképesztően bonyolult rendszer, aminek a során különféle faktorok, enzimek, vírusaktivációk, receptorok, akutfázis proteinektől elkezdve különféle hírvivő molekulák röpködnek össze-vissza az emberi szervezetbe. Enzimek aktiválódnak, deaktiválódnak. Nem ez a lényeg. Mi a vége? Normál esetben ez egy válaszreakció, aminek majd gyógyulásba kellene fordulnia. De ez a folyamat elszabadul. A krónikus civilizációs betegségeknél és az anyagcsere zavaroknál ez a folyamat, ez vége láthatatlan. Mert állandóan ott van a kiváltó ok. Megváltozik hosszú távon a sejt membránnak, minden egyes sejtünk membránjának a felszíni összetétele. Ezek a kis zsírmolekulák, igen, ezek a zsírmolekulák különféle zsírsavakból állnak össze. Omega 6, omega 3, omega 9, stb. Ilyen-olyan zsírokból áll. Telített, telítetlen. Minden, amit megeszel. Benne van a koleszterin is, hál' Istennek. Szénhidrátok, fehérjék, van, ami fehérje átvezet, ezek csatornák. Sejt, belső, külső felszíne közötti kommunikációs, ion, energiaáramlási csatornák. Energia. Egy sportnál erre van szükség. Energiára. Mi termeli az energiát? Mi termeli egy szívnek az energiát, hogy le tudja adni a megfelelő teljesítményt, hogy tudja a keringést úgy fokozni, hogy föl tudjon menni a pulzusot 200-ra? Ez arra van szükség, legyen elég oxigén, mert az oxigén a vérkeringésen keresztül, tehát legyen vérkeringés, elmegy a sejthez, a sejten belül aktiválni fog bizonyos folyamatokat, ez nincs az ábrán, mitokondriumok energiát fognak termelni, de csak az a sejt fog normálisan termelni, amely normálisan működik. Amelyeknek a membrán potenciája, a külső-belső felszín közötti potenciál különbsége megmarad, amely egészséges, jól működő ioncsatornákat eredményez. És amikor egy sejt membrán nem omega-3-mal, hanem omega-6-tal telítődik, akkor ezek a folyamatok gyakorlatilag 50%-os, 60, 70, teljesen mindegy, de csökkent hatásfokkal fognak működni. Ha nincs megfelelő energiatermelés a sejtben, akkor nincs megfelelő energiatermelés a szövetnek, a szervnek, tehát a komplett emberi szervezetben nem tudod azt a teljesítményt leadni, amire alapjában véve a szervezet képes lenne. Miért? Mert megváltozott az anyagcseréje. Ezek a zsírsavak az étrendünk részei. Egyik nélkülözhetetlenebb a másiknál. Mindegyik fontos. De nem mindegy az arány. És ez borult fel ugye az étrendünkben. Ez a bizonyos omega-6 típusú zsíroknak, a növényi zsiradékoknak. Nagyon hosszú lenne ez a lista, de ez minden élelmiszerünkben adalékként benne van. És ha tudjuk, hogy ebből sokat fogyasztunk, akkor tudnunk kell azt is, hogy az emberi enzimrendszerek úgy működnek, hogy attól függ, mi az építőanyag, mi az alapanyag, ők azt szerint gyártanak úgynevezett proinflammatórikus, tehát gyulladást keltő anyagokat, és úgy fognak gyártani gyulladást csökkentő anyagokat. Ha ebből van a sok,
ilyeneket gyárt, ha ebből van a sok, ilyeneket gyárt. Egyszerű, mint a barlangrajz. Tehát itt egy komplett enzimrendszer dolgozik, ami alapanyag függő. Tehát ha te ilyen alapanyagot teszel be, ez lesz a vége. Mi ez, ha nem evolúció? Alkalmazkodás. Alkalmazkodunk a körülményekhez. 50 év alatt közel 100-szorosára nőtt az omega-6 fogyasztásunk. Kihalt az emberiség? Nem. Alkalmazkodott. Az enzimrendszereink létrehozták ezt a folyamatot. Csak mondtam, hogy ennek ára van, és az ára itt van a végén. Akkor együnk ilyeneket? A válaszom igen, de ha az a célod, pontosan az a célod, amit meghatároz mondjuk az Inzino egészségprogram is, hogy változtassuk meg az omega-6-3 arányt, akkor ne csak ilyenekben gondolkodj, hanem kimondottan olyan élelmiszerekben, amelynek valójában is magas az omega-3 tartalma. Az előbb képen látott, visszamegyek, magvak, avokádó, lenmag, diófélék, tökmagfélék és a hal, közös abban, hogy omega-3-at tartalmaz. De a növényi omega-3, az az emberi szervezet számára ebben a formában, mint alfa-linolénsav, nem használható. Ezt át kell, hogy alakítsa az emberi szervezet, és a hatékonyság, az átalakítás hatékonysága nagyon gyenge. Igazán tiszta omega-3-at hal olajából tudsz nyerni, ahogy a képen is látható, 1,7 versus 0,3 g, tehát a 6-3 aránya 0,2 mondjuk egy lazac esetében. A növényi olajak is tartalmaznak omega-3-at, de töménytelen mennyiségű omega-6-tal vannak. Egyedül a lenolaj az, ami nagyon jellemzően alacsony omega-6 tartalmú, csak abban meg nem tudsz annyit enni, hogy képes legyen a szervezeted ezt átalakítani. Tehát igazán ténylegesen kijelenthető az, hogy a csak és kizárólag jelen esetben ez az állati eredetű, jelen esetben a hal, azt azért zárójelben megjegyzem, hogy a hal ugye az tengeri planktonokból, moszatokból, algákból nyeri az ő omega-3-át, és te valójában ezt fogyasztod el, tehát növényi az eredet, de mégis egy állati módon, állati eredettel fogod te fogyasztani. Tehát a balansz olaj az nem más, mint ezen olvashatjátok is, préselt olaj, mely hidegen sajtolt extra szűz olívaolajjal van keverve, aminek a polifenol, tehát antioxidáns tartalma nagyon magas. Miért kell az antioxidáns mellé? Egyrészt védi az olajat, másrészt meg a természetben is így fordul elő. Itt láthatjátok a polifenol összetevőt, magának az összetételét az omega-3 olajnak. Egy ilyen blend van gyakorlatilag benne. Élelmiszer, oké? Élelmiszer. Nem néhány milligramról beszélünk. Ez nem egy hatóanyag, amire csak minimális mennyiségben van szükség, vagy nyomelem. Ez egy élelmiszer. A napi szükségletünk tisztán omega-3-ból egy átlag 80 kilós embernek durván 2000 mg. Na most, hogyha te ezt kapszulákkal szeretnéd fedezni valamilyen XY cégnek a termékét, akkor készülj fel arra, hogy ez napi 6-10 kapszulát jelentene. Ez nem könnyen kivitelezhető. A másik dolog meg az, hogy nem biztos, hogy azért az a halolaj olyan technológiai eljárással készül. A legnagyobb veszély ezeknek a toxikusság. És ugye a tisztítási folyamat elő van írva. Tehát ez törvény. Csak nem mindegy, hogy a finomítási folyamat az milyen. Szerves oldószeres? Tehát toxikus maradványok, szermaradványokkal terhelt. Ezért másik fajta tisztítást kell csinálni? Ki kell főzni az olajat? Vagy egy fizikai tisztítást használunk, ahogy például itt is látható. Summa summarum igazán az összetétel és a mennyiség mellett fontos a termék tisztasága. És nagyon könnyen kivitelezhető amúgy a napi 10 ml, tehát egy kis kanálnyi mennyiségű olaj bevitele, ami bőven elég ahhoz, hogy a 6 hónapos program végére neked ez az arányod, ez a kezdeti, nagyon eltolódott omega 6-3 arányod megfelelő egyensúlyba kerüljön. Ha
valaki mégis az olaj, mint forma, ami nem halízű, hanem természetes illókkal, narancsolajjal van ízesítve, ha mégsem szeretnéd az olajat, akkor azért a kapszula rendelkezésre áll. Nyilván itt is van egy megkötés, ez a 3 4 kapszula, ami gyakorlatilag fedezi azt a 2000 mg-ot. Durván a 3-ról beszélhetünk. Magasabb polifenol tartalom van amúgy ebben a termékben, de a hatásában teljes egészében megegyezik. Ő az Essent. Nagyon elszaladt az idő, de két fontos témáról mindenféleképpen beszélni szeretnék. Az egyik a stressz. A legerősebb szabadgyökkeltő tényező. A legerősebben teljesítmény csökkenést létrehozó tényező a stressz. A stressz valójában egy érzelmi reakciónak a komplett emberi szervezetben történő megnyilvánulása, vagy ahogy Seje János mondja, hogy ugye ez egy olyan folyamat, minden, ami külső hatás ér minket, a stressz. Ez lehet pozitív és negatív hatású. Egy biztos, amiről a szervezet válaszol, azt stresszoroknak hívjuk. Pozitív stresszorok pozitív hatást gyakorolnak a te hormon, ideg és immunrendszeredre. Ezáltal a komplett emberi szervezetedre. Miről beszélünk? Egy pozitív érzelemről, egy pozitív biokémiai reakcióról, ami egy idegi és hormonális impulzusokká alakul. A hosszú távú, folyamatos, tartós, negatív érzelmi kitettség, ez a stressz, és nem teljesen mindegy, hogy mi a stressz oka, kiváltó tényezője, létrejön a válasz, létrejön. Létrehozza a szervezetnek ezt a kifáradását, létrehozza. És ezáltal csökkenti az ellenálló képességet. És kiegészítem egy mondattal, megakadályozza a regenerációt. Szóval, ha bemegyünk egy picit a biokémiai oldalába, akkor valójában a stresszre felszabaduló tartós kortizol válasz az, amely nem szaladok ennyire előre, egy gyors adrenalin és noradrenalin válasz az, amitől a sportoló a teljesítményt le tudja adni. Stressz nélkül nem tudnánk élni, a stressz nélkül nem tudnánk teljesítményt leadni, nem tudnánk alkalmazkodni az ingerekhez. Megemelkedik a stresszhormon, a gyors stresszhormonok szintje az adrenalin, megnövelik a pulzus, a vérnyomás, nem tudsz emészteni, stand-by üzemmódban van az emésztőrendszer. A máj elkezdi a cukrot, a letárolt cukrot betolni a vérkeringésbe, mert nagyon nagyra van szükség, kitágul a tüdő, jön a légzés, óriási légzőkapacitás, rengeteg oxigént kötsz, és leadod a maximális teljesítményt. A stressz a barátunk. Itt, ebben a formában. Majd, hogyha tartó stresszé alakul, és magas kortizollal jár, folyamatosan, akkor ez az rendszer kifárad. És már krónikus stresszről beszélünk, amelyet nem tud a szervezet gyakorlatilag megoldani. Csak akkor, ha a stresszort, a kiváltó stresszort megfogod. Tehát a tartós kortizol gyengíti az immunrendszert, később szívproblémához okoz, emésztő rendszeri bajt okoz. Beviheted a tuti étrendkiegészítőt, a szuper fehérjeporokat, és nincs hozzá emésztőrendszere a páciensednek, vagy az emberednek arra, hogy megemészse. Nem tudod, mert nincsenek emésztő enzimjei, ugyanis blokkád alatt van az emésztőrendszer. A stressz blokkádja alatt van. Szorongás, fejfájás, depresszió, idegrendszeri problémák. És a végén eljutunk oda, hogy kimerültség. Vigyázzatok azzal, hogy a stresszes embert nem lehet túlhajtani. Lehet, csak az lesz a vége, hogy kimerül a mellékveséje. És a mellékvese kimerültség és a tartós kimerültség nagyon hosszú idő alatt regenerálódik. Elkezdődnek a különféle függések. A cukortól, koffeintől való függés, különféle ételektől, finomított élelmiszerektől való függés. Nagyon, nagyon érzékenyé válik az illető, hamar kimerül, fáradékonnyá válik, érzékenység alakul ki,
hangulatingadozások, és rendkívüli módon változott a terhelhetősége. És sokszor ugye ilyenkor jön az, hogy majd egy kicsit még mozgok, meg picit még megterhelem jobban magam, mert az majd megoldja ezt a problémát. Nem, az csak súlyosbítani fog a problémát. A regeneráció az egyedüli módszer ilyenkor is. Kell pihenőidő, minőségi alvás, minőségi táplálékok és minőségi regeneráció. Itt jön be a Viva, mint sáfránykivonat a képbe. Ugyanis az adaptogének, adaptációt segítő gyógynövények, azok gyakorlatilag a stresszhez való alkalmazkodást fogják növelni, csökkenti az esélyét a mellékvese kimerültségének. És mellesleg a pihentető alvás és a regeneráció beindításában ezáltal kulcs szerepe van. Stressz aktiváció, szimpatikus idegrendszeri aktiváció alatt nincs regeneráció. Csak a pihenő fázisban van regeneráció. Az idegrendszernek át kell kapcsolnia egy kapcsolót. És ez, ha nem történik meg, akkor nincs pihenés. Ez kihat a koncentrációra. Erről nem sokat beszéltem, de szerintem összeraktátok a képet. Ez egyértelműen a koncentráció zavarhoz vezet. Innentől kezdve egy versenyhelyzetben a koncentráció hiánya az egyenlő a bukással. Mi végzi, mi az a rendszer, ami valójában a regenerációt megcsinálja? Szó szerint oda megy és összekalapálja a szervezetet. Ez az immunrendszer. És az immunrendszer nyirokrendszerből, immunsejtekből és ennek egy komplex, nem fog kitérni, ez csak egy mellékvágány, egy immunhomeosztázist kell fenntartani. Egy immunrendszeri egyensúlyt kell fenntartani ahhoz, hogy egy normális immunválasz, egy normális gyulladásos immunválasz is létrejöjjön. De ha folyamatosan csak azzal van elfoglalva az immunrendszer, hogy a bajt próbálja állandóan és állandó jelleggel küzd ellene, akkor egy állandó gyulladásban leszel. És a gyulladás, és most mondom a lényeget, az immunrendszer az a rendszer, amely a legtöbb energiát igényli az emberi szervezettől. Miért van az, amikor este rád jön egy olyan érzés, hogy hú, én beteg leszek. Én úgy érzem, beteg leszek. Én le vagyok gyengülve, úgy aludnék egyet. Ugyanis az immunrendszer aktivációja ilyenkor nagyon magas lesz, és az összes tartalékenergiádat az immunrendszer magához veszi. Na most, ha állandóan dolgoztatod az immunrendszert, nincsen regenerációs fázis, hanem állandó jelleggel égeted, ez mindig energiát fog igényelni. Tehát nem marad másra energia. Ez a rendszer, ami a nyirok keringés, a nyirok sejtek, az immunsejtek, az immunrendszer, ez mind-mind kulcsmechanizmus ennek a fenntartásában. A természetes környezetünkben rengeteg inger van, ami táplálja az immunrendszerünket, ami serkenti az immunrendszerünk működését, amire állandóan az úgynevezett velünk született immunitást nek egy ingert jelent. Ő az a védelmi rendszerünk, amely gyulladás nélkül képes megoldani problémákat, amely a háttérben működik, és nagyon szépen befogja a külső környezetből származó veszélyes elemeket. Ezek az ingerek, ahogy az élelmiszereink egyre sterilebbé váltak, és ezért pörgetem ezeket a képeket a háttérben, egyre inkább tűntek el ezek az anyagok az étrendünkből. Nem csoda dolgokról beszélek, másodlagos növényi anyagokról, bizonyos speciális hatóanyagokról, amelyek most már a környezetünkben sincsenek, mert annyira steril és épített környezetben élünk. Az immunrendszerünk fejlődése szempontjából a mikrobiális környezet elengedhetetlen. Amilyen károkat ma okoz az állandó fertőtlenítés, főleg a COVID miatt,
az gyakorlatilag drámai immunproblémákhoz fog vezetni majd az embereknél. Sajnos ez a jövő. Ezek az anyagok, amelyek körbevesznek bennünket, sok ilyen anyag van, amire az immunrendszerünk adekvát módon reagál, tehát képes aktívabban működni, csendesen működni, de nagyon nagy hatékonysággal. Ilyenek a bétaglükánok. Ők élesztő gombákban voltak a régen sokkal nagyobb mennyiségben, ma megtalálható mindenféle dologban, de az immunrendszer nem mindegyikre reagál. Normál esetben, ha megeszel egy olyan táplálékot, amely tartalmaz ilyen anyagot, élesztéssel készült termékek, de itt majd a Protect, mint egy tiszta, bevizsgált, nagyon-nagyon komoly immunválaszt előidéző készítményről szeretnék pár szót majd ejteni. Ha megeszed mondjuk a Protectet, akkor azok a fehér vérsejtek, amelyek ezt a bizonyos immunreakciót elindítják, ők felismerik. Kulcs, zár formájában felismerik. És a nyirokrendszeren keresztül, nyirokcsomók nyirokrendszeren keresztül létrehoz egy aktív immunválaszt. Mi ennek a lényege? Nem a gyulladást fogjuk kelteni, hanem már a bekerülési helyeken, nyálkahártyák, emésztőrendszer, gyakorlatilag az immunválasz, az adekvát immunválasz ki tud alakulni. Például egy felső légúti probléma, miből adódik? Hát arra, abból, hogy valaki nagyon stresszes, olyan az életmódja, olyan az étrendje, és kipróbálták, hogy 4 héten keresztül adtak minden reggel nekik bétaglükánt, még egy másik stresszes csoportnak nem adtak. És összehasonlították azt, hogy 2 hét, majd 4 hét múlva, milyen, ez egy téli időszakban történt, milyen felső légúti panaszokról számolnak be. Magyarul a kórokozók, amik meg a külső környezeti hatások, milyen hatást gyakoroltak az ő egészségükre. Hát az tény, hogy akik bétaglükánt szedtek, ők gyakorlatilag csak 5 ember számolt be erről a problémáról. Mint ahol nem kaptak semmit, semmilyen hatóanyagot, csak azt hitték, ugye placebót kaptak, ott 16 ember számolt be erről, hogy felső légúti panaszai vannak. 4 hét után hasonló volt az arány. És a bétaglükánosok sokkal több egészségpontot adtak maguknak. Ezek szubjektív kérdőívek voltak. Ez a hogy érzed magad? Milyen a teljesítőképességed? Érzel-e fáradtságot? Hamarabb feküdtél le, mint mondjuk egy héttel hamarabb, vagy később? Mennyire vagy terhelhető? Tehát ilyen kérdésekről beszélek. És egyértelműen magasabb pontot adtak maguknak azáltal is, hogy ők ugye bétaglükánt szedtek, és ezáltal javult az immunválasz. Ő a Protect, és a Protect Plus, pontosabban amiről beszélek. És ne menjünk el amellett, hogy ahhoz, hogy egy immun folyamat, egy normális regenerációs mechanizmus végbe menjen, alapépítő anyagokra van szükség. Egy ilyen alapépítő anyagokkal gyakorlatilag az X-Tent rendelkezik. Jó? Az X-Tent 23 féle vitamin, nyomelemek és fitonutriensek, tehát másodlagos növényi anyagok és bétaglükán keveréke. Valójában ez az a készítmény, és itt láthatjátok ugye a legújabb fejlesztési vonal már az Inzinobel, az X-Tent Plus, amely ugyanígy, ugyanezen alapelvek szerint történik, teljes egészében naturális vonalról. Ez annyit jelent, hogy tökéletesen csak természetes formából származó vitaminok, ásványanyagok, illetve maguk a segédanyagok is, amelyek a kapszulázásnál kerülnek be a rendszerbe, ezek is teljesen természetes eredetűek. Vitamin, ásványanyag, nyomelem, nyilván ezek alapépítő elemek, és onnan jönnek be azok a fitonutriensek, amelyek pontosan ezt az antioxidáns, a szabad gyökkötő, a regenerációban részvevő enzimeknek kofaktorai, serkentői, ezeket fogja tartalmazni. Tehát egy olyan immuntámogató formula, amely valójában egy komplex forrása ezeknek az anyagoknak. És utolsó néhány perces gondolatot szeretném még mondanám, hogy talán a legfontosabb témáról beszélni, igen.
Ez pedig az emésztő rendszernek a problémaköre. Mert ha az a táplálkozás nincs rendben, az a stressz dominál, akkor nincs megfelelő vérkeringés az emésztő rendszerben, nincs megfelelő gyomor-sav elválasztás, nincs megfelelő epeműködés. Megváltozik a bélflóra, stresszre, megváltozik az ember hangulata, bélagytengely. Ha meg normál emésztés esetén mindennek a helyén kell lennie az ételnek, az étel önmagában is olyan anyagokat kell, hogy tartalmazzon, ami emésztést segít, de maga az étel is emészthető kell, hogy legyen. Normál esetben ezt hívjuk élelmiszernek. De ha ez lenne az élelmiszer fogalma, akkor csomó most konyhátokban lévő anyagot ki kellene dobni, mert emészthetetlenek. Gyomorsósav, epe, máj, hasnyálmirigy működés, elemekre kell bontani a táplálékot, hogy a vér el tudja szállítani az alapépítő anyagokat. Ez rengeteg helyen elbukik, vagy elbukhat. Mi az eredmény? Emésztetlen maradványok. Terhelés, toxikusság, elsavasodás, felszívódási zavarok. Eszi a szerencsétlen azt a terméket, vagy azt a dolgot, de nem szívódik fel, mert rossz a táplálkozás mellette. Immunfolyamatai vannak, érzékenyé válik, táplálék intoleranciái lesznek. Immunválaszok, ez mind gyulladásos immunválasz. Tehát ez a folyamat, ez sajnos az emésztőrendszerben viszonylag hamar jelentkezik, de gyorsan meg is tud változni. Itt érdemes kezdeni a rendszer felépítését. És mondhatnám azt, hogy a bélflóra ebben kulcsmechanizmus. Miért? Pontosan azért, mert olyan funkciókat lát el, amely védelmi funkció, illetve fermentációs funkció, ionháztartás funkciókat lát el. Egy megfelelő bélflóra neked vitaminokat termel, segíti az ásványanyagok felszívódását, és bizonyos anyagok termelését serkenti. A megváltozott bélflóra, a jótékony és a káros flóra egyensúlya, ez kulcsmechanizmus. Ugye erre szoktam azt mondani, hogy senkinek nem tudom megmondani, hogy a bélflórája mennyire változott meg, milyen baktérium, amiből sok van neki. De tudom, hogy a jótékony és a káros flóra egyensúlyát a táplálkozással meg tudom változtatni. Ugyanis, ha olyan anyagokat viszek be az étrendbe, ami a jótékony flórát támogatja, itt jönnek be a prebiotikus rostok. Ez mind táplálkozással bevitt prebiotikus rostok, mind pedig egy zinobiotik bevitelével is megoldható. Sőt, egy olyan komplex készítményről beszélünk itt, amely 5, jelen esetben már ugye 8, az inobiotik plusz esetében már 8 különféle természetes rost forrás tartalmaz. Ez teszi a te jótékony flórád. Ő ezen él, ő ezáltal fog gyarapodni, és kiszorítja a patogén flórát, tehát a káros flórát. Na ez az, ami egy nagyon-nagyon fontos dolog még az emésztőrendszerünk egyensúlya szempontjából. Tehát a megfelelő táplálkozásban igenis az emészthetetlen rostoknak, amely a flórát tápanyaga, jelen kell, hogy legyen. És a mai étrendünk ezt sajnos nem nagyon tartalmazza, az ilyen típusú rostokat. És erről szól az inobiotik és az inobiotik plusz. És záró gondolatként, utolsó gondolatként pedig egyetlen egy termékről szeretnék néhány gondolatot ejteni, a linsékről. Ugyanis ha belevesszük azt, hogy az emberi anyagcsere most a raktározásra van sajnos ráállva, anyagcsere lassulás, mellékutak, és hogyha beszeretnénk vinni minőségi alapanyagokat, és szeretnéd ezt úgy bevinni, hogy viszonylag egy meghatározott szűkebb spektrumú kalóriatartalommal, de ezeket, amiket eddig elmondtam, ezeket a jótékony hatásokat szeretnéd érvényesíteni, akkor egy étkezést helyettesítő shake-ről lehet beszélni, és ez a lean shake valójában. Nem fogyasztószerről beszélünk.
mellékhatásként lehet fogyás, de valójában ez a anyagcsere balanszírozásáról szól. A felépítő mechanizmusok regenerációs mechanizmusoknak az alapanyagairól szól. Az előadás pedig a prevencióról szól. Az egész előadásnak az volt a kulcsa, hogyha meglátjuk, hogy hol van elcsúszva az emberi szervezet működése, hogyan tudjuk kihozni a maximumot abból, ami megadatott, milyen hibákat látunk és követünk el a mindennapokban, milyen faktorok befolyásolják a teljesítőképességet, a regenerációt, akkor azt mondom, hogy egy jó program így önmagában az Inzino egészségprogram, egy megfelelő étrendi vonallal megtámogatva. És ez a valódi prevenciós gondolat, én úgy vélem, hogy ne alakuljanak ki azok a betegségek, és ha neked jó a regenerációd, azaz egy megfelelő immunitással, egyensúlyi stressz és hormontengellyel rendelkezel, akkor gyakorlatilag időben tud a szervezet lépni a krónikus gyulladások kialakulása ellen. És záró gondolatként a Dalai Láma néhány mondatát hoztam. Amikor arról megkérdezték őt, hogy mi az, ami leginkább meglepi őt az emberiséggel kapcsolatban, akkor azt válaszolta, hogy az ember. És nagyon érdekes, ha a prevencióval, ha ezt egybevetjük, ugyanis feláldozza az egészségét, hogy pénzt keressen, utána feláldozza a pénzét, hogy visszaszerezze az egészségét. És mivel olyan izgatott a jövőivel kapcsolatban, elfelejti élvezni a jelent. Az eredmény az, hogy nem él sem a jelenben, sem a jövőben. Úgy él, mintha soha nem halna meg, és aztán úgy hal meg, hogy soha nem is élt igazán. Ha ezt át szeretném még egy gondolatra fordítani, akkor ez azt jelenti, hogy holnap az lehet, hogy másról fog szólni. Ma tudsz prevencióban gondolkodni, a prevenció az a mai napnak a dolga. Ha tegnap nem csináltad, akkor arra már nem tudsz hatni, de a mai napodra tudsz hatni. És talán ez az egésznek a lényege, hogy értsük meg, hogy mi történik velünk, és a mostban cselekedjünk. Ehhez nagyon-nagyon jó egészséget kívánok, sok sportot, lehetőséget is arra, hogy lehessen sportolni, és kitartást ehhez a hátralévő időszakhoz, ami még ebből a furcsa világból hátra van. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, jó egészséget, sziasztok!